Úristenem, már csak 3 nap is talizunk. Még 2 nap. Szóval már csak egyetlen egy napot kell kibírnunk. Sziasztok, én Alice vagyok, és nagyon izgatott vagyok, ugyanis ma péntek van, és holnap, azaz szombaton menni fogok az internetes barátnőm szülinapjára. Ah. 2017. január 15-a óta ismerjük egymást, szóval lassan 1 éve, és még nem volt alkalom, hogy találkozunk, de holnap végre is, úgy várom. És amikor ezt meglátátok sztoriba, hogy találkozunk, meg minden, akkor rengetegen, de rengetegen kértétek, hogy legyen erről a videó, és hát természetes, hogy vlogolok. Na, úton is vagyok, úgyhogy találkozunk ott. Sikeres bevásárlás, most pedig forró csokizunk egyet Rékával. Várja. Nyomzi. Nem meleg, vagyis nem forró. Viszlát. Viszlát. Most pedig irány haza. Na, haza is értem, és nem tudom, hogy mennyire láttátok, hogy miket vettem, úgyhogy megmutatom. Itt vannak. Először is egy ilyen kis cuki ajándékszöcsit vettem, és vettem neki egy ilyen telefontokot. Ugyanolyan iPhone 6S-e van nekem, és ki is próbáltam ezt az enyémre még ott a boltban, és nagyon királyul mutat. Ezután vettem egy ilyen kis cuki gyertyát, ami szerintem nagyon jól néz ki, meg tehát nagyon jó illata van. És még egy ilyen... jó, ez micsoda? Feljött az aljázatból. Egy ilyen Kylie rúst, és szerintem ennek szép színe van, meg ez ugye matt. És ki is próbáltam. Szerintem most nem fókuszál, bárki tudja. És ezeket visszapakolom, meg ez mellett még egy csokit fogok venni, csak azt... csak arra most nem volt alkalom, de holnap délelőtt megoldom. Úgyhogy igen, nagyon remélem, hogy tetszeni fognak neki az ajándékok. És ma még a hajam meg fogom mosni, meg kifestem a körmöm. Úgyhogy, ja. Na, emberek, meg is vagyok. Hajat mostan letusoltam, és felöltöztem a pizsamámba. Most pedig egy ilyen arcmaszkot fogok feltenni, és igazából ez már egy fél, mert ez ilyen nagy volt, és akkor 2 része van, el kellett vágni. Ez ilyen epres, és amúgy nagyon jó. És most így nem tudom megnézni, hogy kitől van, mivel már vágva az a teteje. De mindegy, most fel is teszem az arcomra, és amíg megkölt, addig pedig majd megcsinálom a kör. Most pedig jöhet is a köröm. Na, a köröm kész, igaz, hogy még nem szállt meg rendesen, de most lemosom ezt az arcomról. Már is jobb, és most olyan puha a bőröm is, olyan jó. Lassan pedig aludni fogok, azért mert reggel szerintem olyan fél 9-9 körül fogok felkelni, mivel olyan fél 11-kor már el kell indulni. Úgyhogy, már nagyon izgatott, hogy találkozom majd reggel. Úristen, szombat van! Na, hát 11 óra van, és el is indultunk. Különben most a benzinkúton vagyunk, mert apai tankol, és be is kötöm gyors magam. Szóval az ajándékot még kiegészítettem pár csokival, amit meg is mutatok, az itt van. A kis csokisáv. Szóval raktam ilyen kis mikulásokat még bele. Van még ilyen banános csoki, meg még Toffifi, szóval Tami, ha nézi a videót, akkor biztos megéhezik, mert nagyon szereti a Toffifit. Úgyhogy igen, ezeket még beleraktam, hogyha kaja, akkor
akkor az biztos jó, szóval tuti, hogy tetszeni fog neki. Akkor jön már apa. Különben a körösztapa is velünk fog jönni, mert amíg én ugye szülapom vagyok, hogy apa ne unatkozzon azt a 2,5-3 órát, addig ő meg a körösztapot szétnéznek. Ó, itt vannak az útlevelek. Meg itt van a magyar is valahol, itt. Remélem vesz apa amúgy rágót, mert mondtam, hogy vegyen. Megnézte a bácsi, hogy videózok. És most pedig megérkezik apukám! Hoppá! Hoppá! Hát ez... Az útlaveleket rakni, ha? Jó, jó. Apa, mondd, mennyi lesz az út? Mennyit kell utaznunk? Kb. 2 órát. Szóval kb. 2 órát. Szia! Szia! Határon vagyunk, és még 45 perc, ugye? Körülbelül. Most már nem szágulnak annyira, nem? Jó, jó. Végre ide értem. Sziasztok! Most kibontolak az ajándékokat. Te ló, te sok. Cuki. Aki nagyon megy a rész. Na. Ú, de jó. Ez olyan szürke telefonon így jól néz, mert tegnap kínaiba még felpróbáltam. Hoztam így sok kaját, gondoltam. Kaja! Ez meg ilyen gyertya. Jó. Gyertya. Nagyon jó illata van. Ez ilyen mat. Vettünk most az udvarra, most egy house tour-t tart a Rami. Ja. Megcsináltunk már egy jó pár musicit, meg majd itt kint is fogunk most. Már sötétedik, olyan 4 óra 10 perc van, most néztem meg nemrég. És azt mondta apa, legkésőbb fél 5-kor jön értem. Sziasztok! Sziasztok! Nem akarom, hogy elmegy. Sziasztok! Következő lehetőségnél dolgra. Emberek, haza is értem, és nagyon jól éreztem magam, és nagyon cuki volt. És kaptam tőle még ajándékot is. Sziasztok, én Nati vagyok. Ja, várjál, most szeretnék kicsit elmondani. Szóval mindjárt kaptam egy ilyen nyakláncot, és ez nagyon cuki, és egy ilyen kis Milka szívecskét, amit az Adri már kért, hogy együk meg, szóval ezért úgy gondoltam, hogy most gyors megmutatom. Sziasztok, én Asli vagyok, legjobb videóban én vagyok benne. Lol, tényleg még nem akartam hazajönni, de hát már muszáj volt, és nagyon remélem, hogy minél előbb találkozunk újra, nagyon jól éreztem magam, és köszi, hogy meghívtál, és jó.
Most így a videó végére majd minden képet és műzikét be fogok vágni. Remélem, hogy tetszett nektek az a kis videócska. Szóval jelzétek egy like-a, ha igen, iratkozzatok fel, és akkor most nézzétek is a műzikét. You would look a lot cuter holding my hand. Take me down, take me all the way down. Singing I la la love you. White J's, white Porsche, white wrist, white horse, high bitch, high bitch, high bitch, high bitch. I do not sniff it or roll it. Nope. It do not drip when I pull it. Nope. You so fucking precious when you smile. Catch me outside, how about that? Cause I don't think I'd ever leave this place.